A kultúra folytonossága tükröződik a debreceni gyökerű Makoldi család tárlatán, mely a Magyar Kultúra hetén nyílt a Művelődési Ház Bihar vármegye galériájában. A jelképző címet viselő családi kiállítás többek között festmények, batikok, illetve szobrok alkotják. A műveken olyan egyetemes jelek szerepelnek, amelyek időtlenek és mélyebbek, mint az emberi kultúra, hangsúlyozta a tárlatot megnyitó Harangozó Imre. A néprajzkutató az alkalmon a családra jellemző művészetről, illetve egykori oktatójáról, Makoldi Sándor festőművészről beszél. Makoldi Sándor a háború alatt született, akkor, amikor Magyarország talán még a töröknél és az osztráknál is keményebb két pogány közé került. Amikor nem lehetett tudni, hogy mi lesz, hogy lesz-e egyáltalán Magyarország, és Magyarországtól nyugatra német nyelvterületen született meg a nyilvánvalóan itthon Debrecenben fogant kisfiú, akiből festőművész lett. És egy olyan családfője, ami egy ennél a teremnél körülbelül 20-szor nagyobb termet is meg tudna tölteni világszínvonalú művészeti alkotásokkal. Olyan művészeti alkotásokkal, amik hiányoznak ma a világból, mert teljesen fölfordult minden, és ez a művészet, ez a rendről szól, arról, hogy mi a világ lényege. Képlátó emberként, művészként, festőként közelített, és közeledett a hagyományos népi műveltséghez. A legtöbb néprajzosnál többet, mást, belső összefüggéseket látott meg. Értelemszerű, hogy elsősorban a nép közösségi látásmódja érdekelte, régi és természetes képfaragó és képmetsző készsége, és ennek nyomán kibomló művészete és kifejezési formái izgatták. Makoldi mester maga volt a homo faber. Nagybetűs ember és nagybetűs alkotó volt egyszerre. Művészként, néprajzosként és tanárként egyaránt. Hosszú ideig és generációk sorát nevelte föl a tanítóknak, tanároknak. Keresve, megsejtve és fölismerve a magyarság az egyetemes emberi lét ősi, transzcendens hagyatékának mondani valóját látott, és látni segített, látni tanított bennünket. Arra nevelt bennünket, hogy lássunk, értsünk, és soha nem ásoljunk, éljük át és adjuk át. Szűrjük át magunkon. Rajztanárként erre tanított bennünket, művészettörténet tanárként, népművészettanárként erre vezetett bennünket. A megnyitón az egykori pedagógus gyermekei, Makoldi Gizella, illetve Makoldi Sándor Gyula is részt vettek, akik beleszülettek a képzőművészetbe. A mai napig nagy hatással van rájuk szüleik művészetének vizualitása, valamint formavilága. Ezekre a családi tradíciókra utal a tárlat címe is. A jelekkel, a hagyományos népművészeti jelekkel, a régészeti leleteknek a ilyen rendszerével foglalkoztak a szüleim is. Ennek a szemléletnek az értékeit láttuk meg, és próbáljuk továbbvinni, nem csak hagyományőrzésből, hanem azért is, mert olyan gazdag a hagyományainknak a jelrendszere, hogy abból évezredeken keresztül tudnánk tudást meríteni, mivel már sok ezer év tudása van összerakva benne. És azért táncolom körbe ezt a témát egy kicsit, mert maga ez a képi beszéd nagyon hasonlatos a beszélt beszédhez, és egy üzenetet akarunk átadni ezáltal, amit vizuálisan, képi úton próbálunk tolmácsolni. Rajtam kívül mindenki festett, még a nővérkemnek a textilje is inkább a festőművész felfogásához állnak közelebb. Én egy kicsit messzebb álltam ettől, bár kiskoromban nagyon sokat rajzoltatott, festetett minket az édesapám, de talán a művészeti szakközépiskolába jelentkezés kapcsán merült fel ez, hogy ott a legerősebb a szobrász szak volt, és én már szerettem az agyagot előtte, faragtam fát, és akkor próbáljuk ki ezt, és nagyon jó döntés volt. A szobrász és testvére, Makoldi Gizella, festő, restaurátor, textilművész, illetve szüleik, Makoldi Sándor és Makoldi Sándorné néprajzos festőművész családi tálatának megnyitóját Balázs Amarilla népdalénekes jóvoltából népzenék tették teljessé.